mindjárt így is lehet. Na, hogy szorítsd a tegyük, ugye? Tehát én vagyok a fiatalabb. Szerintem. Jaj, jöjjük meg. Pati! Pati! Szuper. Na, nem beszéltünk már valamit, vagy még nem? Nem, mert nem beszéltünk meg. Most találkoztunk. Hát szerintem, tehát közvetítom, akkor le... Dénes hozott minket. Igen, összehozott a Dénes, és ezt a randit összenyomtam. Tudod, az egy kérdésem, hogy... Na tehát, az van, hogy én nekem így van pénzem, és akkor én szeretnék egy ilyen nagyon furcsa beállásszivel ezt központot elvétrezni. Ezt mondta a Dénes, igen. Ezt mondta a Dénes. Most itt ebben az lenne az érdekesség, hogy tehát úgy szeretném csinálni, hogy legyen fitness, wellness, solarium, kozmetika, gyerekmegőrző, internetes... Szeretném ezeket leírni, fitness... Fitness, wellness, kozmetika, solarium, fodrászott masszázs, erotikus is és nem erotikus is, két aerobik terem, gyerekmegőrző, internet kávézó, biciklitároló, tehát egy csomó minden. De az lenne az érdekesség, hogy én szeretném ezt megbonyolítani. Tehát hogy például egy olyan, hogy mondjuk van egy konditerem, és ott vannak a gépek, de a gépek közepén is van jacuzzi. Tehát az lenne itt az érdekesség, hogy a gépek között közben, ugye mindig az, hogy egy ilyen külön helyiségbe kell bemenni, hogy hosszodázni akarok, és nem úgy tudom, hanem azt mondani, hogy egy lakóház. Hát úgy lakóház, hogy ez egy lakóparkba készül, és ott kéne. De ti nem mit fogtok lakni? Ez egy vállalkozás? Ez egy vállalkozás, nem, ezért jönnek majd a vendégek. De itt nem itt laktok, de nem ebben laktok, mert... Nem ebben laktok, de nem. De hogy itt az lenne, mondom a lényeg, hogy összekének variálni a dolgokat. Tehát, hogy ugye egybe üljek a peskőfürdőbe, és közben kimenhessek gyúrni. Tehát ezt kéne volna megoldani. Ez nem külön helyiségben. De ezt az egészet te fogod használni? Nem így fogom, én fogom kiadni, ezt a tulajdonos. Értem. És akkor közben meg azt kell valahogy csinálni, hogy ennek a világa olyan barokkos legyen. Hát, hogy jó, hogy vannak bordőrök, meg minden, de az egy fontos dolog, hogy én nagyon szeretek bizonyos rosszbit vibrákat, meg a kutyáimat. És akkor azt kéne valahogy csinálni, hogy az egész dizájnja, miközben vannak az erősítőgépek, miközben ott a jacuzzi, van egy török fürdős jellege is a dolognak, de közben kéne ezt ilyen barokkosan. Tehát, mint hogyha most lennénk ma, de ilyen barokkos környezet. Alapvetően milyen anyagból legyen ez? Aranyból, mátványból, valami. De most beton, fa, tégla, vas. Rábízom, üveg, átlátszó. Legyen minden üveg, arany, ilyen bordűrök. Jó? És az egy nagyon fontos dolog, hogy mindenhol jelenjenek meg ezek a rajzfigurák. Tehát mindenhol stukkóban, nem stukkóban, tehát hogy mit tudom én, például a bejáratnál, de két oroszlán őriz a wellness központ a bejáratát, hanem mondjuk a két kutyám, hol mintázva vagy. Tehát mint ahogy a látszintán vannak az oroszlán. Valahogy úgy kéne csinálni. De közben legyen mozaikos is, legyen ilyen kapunk. Például azt szeretném, hogyha ebben az egész arany üveges dizájnban például a bizonyos úszodai részlegek ilyen kicsit ilyen svédes lenne fából. Tehát az fontos lenne, hogy bejöjjön ez a biovilág is. Tehát miközben barok, de közben ilyen, tudod, mint azok a régi tüzéskori dézsák. Most kívülről milyen legyen? Üveg legyen, átlátszó mindenhogyan. Milyen legyen a homlózata? Tudod, mi jelent? Tudod, hát az a bejárat, oda megyünk az ajtón. Nem tudom, ilyen lépcső menjen föl, hát ezt találsz ki, hát ezért fizetlek, valami találj ki. Az biztos, hogy legyen az a két kutya, tehát a két kutyus, hogy ez egy fontos. Hány szintet képzelsz el? Szintekben? Figyelj, eltolva. De nem akkor a telek azon nem fogsz. De hát pont az a lényeg, nem, hogy megveszek egy kis telket, és azt mondom, hogy ez egy... Én tudom, én nem kell, van valami, szoktatok vicsalni ezzel, nem, hogy mondjuk a helyrezi számon ez csak egy ilyen munka, hogy hívják ezt, amikor van valami ilyen dolog, hogy felfelé emelkedhetnek a négyzetméterek, és csak szintén nem. Tehát az a lényeg, hogy itt van bizonyos... Most dolgom, hogy bizonyos előírások a geleget kezdeni. Hát igen, de úgy tettük geleget, hogy felfele építkezünk, és akkor nem kerül szét, és nem tettnek meg.
most a szomszédok ebben nem egyeznek bele. Azt én majd megoldom, azzal ne foglalkozzál. De hogy oldod? Azt majd... A lényeg az az, hogy te, nekem van mindenféle a fejemben, akkor azt hiszem megrajzolod. Az igaz, hogy a polgármestertől kaptad a terjét? Igen. Miért? Csak. Azért te nem foglalkozzál, mert nem az a dolgod neked. Neked az a dolgod, hogy én elképzelek valamit, és én azért fizetek, és azt megcsinálod, és megálmodod. Mert tudod, én nem tudok rajzok, tehát én nem megcsinálom magamnak, de ezért vagy te. Van ívüldíjad, meg Hausmann, meg mindenféle díjai. Biztos azt keltette fel a figyelmetet, és azért választottál engem, mert a referenciák azok nagyon jók voltak, ugye, hogy a gerincszárút is én csináltam, meg a Széchenyi fürdő, de meg mit csinálok, hogy ne haragudjál. De például azt kell, hogy tetszik magad elérnek ott a felújításhoz. Az lehetnek nálam is. Ha picit kisebben megcsinálod. Az jó, csak belül, mondom, belül fontosak ezek a rajzfilmes, mert érted, hogy ez sugal valami életérzés, hogy legyen vidám és pozitív. Na most, ami engem nagyon foglalkoztat, hogy lehet-e ilyen környezetbarát ügyekkel foglalkozni, meg az újrahasznosítással. Hát lehet, nyilván ki fogok várni egy-két ilyen kukát, hogy lássák, hogy itt ez egy ilyen... Ez azt tudod, hogy most már ott tartunk, hát persze ez egy nyugati technológia, hogy a WC-re folyó vízből lehet ivóvizet csinálni? Mi azt gondolom? Nem, biztos, hogy nem tudom, ez ilyen áll nincsen. Mert arra gondoltam, hogy a zöld mánia az egész világban benne van, hogy mi lenne, hogyha lenne benne egy fa az egészben, és akkor mondjuk egy kókusz, és akkor te ott ülnél a tetején, és dobálnád ezt a Figyellek ám! Nem lenne érdekes, hogy lehetne a jacuzziban szélpadló. Nálam van a pénz. Tehát érted? Akarsz kurva sok pénzt keresni, vagy nem akarsz? Ja. Hogyan az erotikus masszázsnál mi szükséges? Azt nem tudom pontosan. Ezt kimondani. Kellene. Tájlányok, az fontos, hogy én olyan szeretnék, ahol csimpaszkodnak fölül a tájlány. Ez koedukált ez a erőt? Igen. Tehát, hogy az fontos, hogy tervezél meg ágyakat, és a tájlányok nem magasak, és akár olyan magas, olyan csimpaszkodókat, mert ilyen taposussal tettődik az ilyen masszázs. És ez például fontos lenne, hogy ennek lenne egy olyan részlege, hogy ezt viszont lehet nézni, miközben mész a futópadon. Milyen? Milyen figurák köpik a vizet és megporolizálsz? Hát legyenek ezek az általános dolgok, hogy delfin, béka, angyal, mi szokott még így köpni vizet? Ezeknek legyen valamilyen erotikus üzenet? Nyilván legyen, hát persze, hogy jó közérzetet biztosítani, ott izzadnak az emberek, elfáradok a sportba, hát elmegy, amit nézünk. És mi lenne, hogyha megvennénk azt a kuplerát? Tennék bele csak a kuplerát. De az nem akkor a nagy hely. Tehát figyelj, én kitaláltam már neked, tehát érted? Keresesz ki magunkat, de most az a lényeg, hogy ne akarjál engem rábeszélni, hogy mit hogy csináljunk, mert azt én tudom. Szóval érted? Nálam, te vagy az idősebb, tényleg díjaid vannak, nekem nincsenek. Egyet tudok mondani neked, hogy nálam van a pénz. Akarsz pénzt keresni, vagy nem akarsz? Én segíteni akarok. Én nem érdek, láttam a munkáidat, nagyon szépek, biztos ott a jó ízlésű emberek, amiknek tervezett. Ők ilyet akartak. Oké, én más gondolok. Én azt hiszem, hogy egy húron pendüljünk. Én azt hiszem, hogy értelem. Azért is kérdezem, hogy akkor legyen benne a hét törpe motivum, vagy de egy utalás szerűen. Mondjuk két törpével nem lehet. Sejtetni a hiányzó ötlet. De nem. Sőt, hát ez szinte fel vagyok dobva. Én magam is szeretném, hogy ide járni. Ezt úgy fogom megépíteni, mint hogy magamnak építeni. Jó, megérdeztük? Abszolút. Mennyi értelmezett? 150 millió bokat lehozhat. Tehát az, amit rád, azok erre a helyre. 150.
ez, és akkor mondjuk azt mondom, ebben nincs, hogy ebben nincs a közpénz. Nincs közpénz. De úgy sincs, hogy... De nagyon édes vagy, és jól dolgozol, és gondolkodsz magad is, hogy nem tudod ötleteket, és nem csak tőlem várom, hogy állandóan nekem én mondjam, hogy mit kéne csinálni, hanem jó ötleteid lesznek, akkor ezt felemelni. Mert mondjuk kapsz egy éves példát a végre. Hát majdnem megegyeztünk. Én még gondolok olyan szolgáltatásokra.